Szép napot mindenkinek, itt nem okos, ez pedig egy újabb Flash játék ajánló videó. A mai alany a Paxon nevű ügyességi játék, melynek nevéről a Pac-Manre asszociálhatunk. A hasonlóság nem véletlen, ugyanis ismerő szereplőkkel fogunk találkozni. Mindjárt itt van maga Pac-Man a játék során, ugyanis őt irányítjuk. A feladat pedig egyszerű, kék fallal kell bevonnunk a pálya legalább 80%-át. A pályát mindig ilyen fali szegélyezi, ez a mi felségterületünk, ahol nyugodtan mozoghatunk. Viszont, hogyha ebből kilépünk az átlátszó zónába, akkor ott már nem állhatunk meg, hanem valamilyen irányba mozognunk kell, és egy kék csíkot is húzunk magunk után. Ennek a kék csíknak mozgás közben nem tanácsos neki menni. Amennyiben egy átlátszó zónát teljesen bekerítünk ezzel a csíkkal, vagyis hát fal is lehet természetesen csík helyett, akkor az az átlátszó zóna fallá fog változni, ha pedig egyszerűen egy falat egy másik fallal összekötünk, akkor a kék csík változik fallá. De hogy ne legyen ilyen egyszerű. Milyen lenne a Pac-Man szellemek nélkül? Márpedig amennyiben egy szellem megérint, vesztünk egy életet. 4 élettel operálhatunk, és minden pálya végén, valamint minden megszerzett 3000 pont után kapunk újabb életet. Ha egy átlátszó területet körbeveszünk fallal, de van benne szellem, akkor az az átváltoztatásunkat sikertelenné teszi. A szellemek egyébként rendszerint szabályosan mozognak, alfajok szerint pedig van rózsaszín, piros, narancsárga és kék szellem. A rózsaszín az átlátszó zónában falról falra pattog, teszi ezt elég gyorsan. Képes a csíkunkat úgymond felgyújtani, és ha ez a láng, vagyis hogy vörösre változnak a pixelek, ez előbb ér el minket, mint mi a biztonságos zónánkat, akkor vesztünk egy életet. Ettől a piros szellem, ettől a rózsaszín szellemtől annyiban tér el, hogy nagyobb, lassabb, és ha falnak ütközik, akkor azt a kis négyzetecskét, amit érintett, azt visszaváltoztatja üres zónára, kivéve, hogyha ez a kezdéskor kapott keret részét képezi. A narancsárga szellem a bekerítetlen zóna szélei mentén mozog, és hogyha kék csíkhoz ér, akkor ez szerencsére nem tudja felgyújtani, hanem annak mentén folytatja útját. Ha narancs szellemet kerítünk be, akkor időnként, nem tudtam a szabályszerűséget felderíteni, de néha sikerül a bekerítés, és a szellem távozik a képernyőről, esetleg bebaggolódik a szélén, erre is volt példa. A kék szellemtől azt kapjuk, ami a nevéből is következik, meg az eddig felsorolt szellemekből is következik, hogy ez már a saját zónánkban fog támadni, és egész egyszerűen semmiből megjelenik. Ezzel a játék bizony gyakran csúnyán visszaél, és elkerülhetetlen akadály elé állítja a játékost. Némi segítséget azért mi is kapunk. Időnként bónuszok jelennek meg a képernyők. Ezek közül a banán ideiglenesen lelassítja a szellemeket, a cseresznye ehelyett ideiglenesen felgyorsít minket, ezzel azért óvatosan kell bánni. A jégkrém megállítja ellenfeleinket egy időre, de nem maradhat ki a Pac-Manből is, mert villódzó pont sem. Igen, azt csinálja, amit várunk, megehetjük a szellemeket. Egyből leküld egy másikat, hogyha megeszünk egy szellemet, akkor egyből a játék leküld egy másikat tetszőleges helyre, de így mégiscsak kiüríthetünk átlátszó zónákat, és átváltoztathatjuk azokat egyből fallá. Ezzel együtt sem könnyű egyébként a játék, de ha elvesztettük utolsó életünket, és akkor cserébe csak a pontunk nullázódik, és ott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Azonban főmenüben vezető gombot nem találtam, sehogy sem. Íme láthatjátok most a főmenüt is, ami igazából semmi hasznossal nem szolgál számunkra, ráadásul a játék instrukciónál 80% helyett 75-öt emleget, tehát még félre is vezet minket. Összességében azt mondhatom erről a játékról, hogy izgalmas, nehézsége megfelelő, a legfőbb előnye pedig, hogy gyors. Ha 5 perc jut rá, akár ez a videó úgy nagyjából, akkor is megéri kipróbálni. Én például a 7. pálya végén jártam ennyi idő után. A hátránya is ehhez kapcsolódik, ugyanis hosszú távon unalmassá válik. Ennyit a Paxonról, köszönöm a figyelmet, sziasztok!